Nem lepődött meg tehát a Könyvkiadók Egyesülete azon, hogy felszámolás indult az Alexandra mögött álló Pécsi Direkt Kft. Ellen. A folyamatot ugyanis szerintük már egy éve előkészítették. Az Ulpius ház esete kapcsán pedig azt mondják, ez komoly figyelmeztető jel a teljes könyvszakmának. Az Egyesület szerint ez is mutatja, hogy hová vezet az agresszív expanzió és a felelőtlen készletgazdálkodás. A 22. Nemzetközi Könyvfesztivált némiképp beárnyékolják a hazai könyvszakmát érintő legfrissebb fejlemények. Előbb az Ulpius házról derült ki, hogy nagy bajban van, most pedig már arról szóltak a hírek, hogy az Alexandra mögött álló Pécsi Direkt Kft. Ellen felszámolás indult. A kialakult helyzettel kapcsolatban a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnöke azt mondta, a Pécsi Direkt ellen indult felszámolás egy éve előkészített folyamat, ezért nem is lepődtek meg rajta. A könyvkereskedelem gyakorlatilag tavaly nyára óta a Könyvbazár Kft.-n keresztül történik, tehát a kiadók jelen pillanatban semmilyen kapcsolatban nincsenek a Pécsi Direkttel. Nyilvánvalóan moderáltan kell bizonyos üzleti információkról beszélnem. A Pécsi Direkt halmozta fel a nagyon komoly tartozást, és jelen pillanatban ugye OTP indította el ellen a felszámolási eljárást, ott kell helytállni. Az Ulpius esetében komolyabb a baj. A kiadó tetemes tartozást halmozott fel a nyomdák, a szerzők és a hirdetők felé is. De az általunk megkérdezett könyvkiadók azt mondják, őket nem érinti hátrányosan a kialakult helyzet. Abban nem érintette, ami a lényeg, hogy milyen könyveket adunk ki, hogyan tudunk könyveket megszerezni. Az Európába vetett bizalom nem rendült meg se az ügynökségek, se a kereskedők, se az olvasók részéről, és én azt tudom mondani, hogy nagyon bízom benne, hogy ez ugyanígy marad. A szakemberek szerint az Ulpius esete komoly figyelmeztető jel a teljes könyvszakmának. Ez is azt mutatja, hogy mire vezet az agresszív expanzió és a felelőtlen készletgazdálkodás. A mértéktelenség már birodalmakat vitt a sírba, és mértéktelenek mindig voltak és mindig lesznek. Mértéktelenek most is vannak, lesznek új mértéktelenek, mindig jönnek. És ilyen vonatkozásban azt hiszem, hogy mondhatnám azt is, hogy permanens, és minden szakma permanens válságkezelésben él. A Magyar Nemzet egyébként úgy értesült, hogy számos boltjától az Alexandrának is meg kell válnia. A megszűnő boltokat a Libri veszi majd át.